Kreatív csodák műhelye. Repülő malac. Ezúttal repülő malacot készítünk. Szerintetek hogy működik? Melegítsetek be és vegyétek fel a köpenyt. Először is kell egy csipesz. Ez egy kicsit kicsi. Csináljunk belőle nagyobbat. Jaj, ne vöröset. Próbáljunk ki egy másik színt. Milyen színű legyen? Oké, ez talán jó lesz. Ajaj, ez meg túl nagy. Összenyomom egy kicsit. Ez az. Ehhez az alkotáshoz kell még rózsaszín kartonpapír, lufi, szívószál, filctoll, olló, madzag, ragasztó, és végül egy darab vatta. Kezdjük a kartonnal. Vágjunk ki egy hosszú csíkot a papír teljes hosszúságában. Végül majd 8 kell belőle, de most egyelőre csak 2-vel kezdjük. Megfordítjuk a csíkokat, és ennél a sarkánál összeragasztjuk. Azt a felső csíkot pedig lehajtjuk. Majd megtesszük ugyanezt a bal oldalon. Ó, bocsánat, kutyuskám. Köszönöm. Addig ismételjük a folyamatot, amíg az egész csíkot be nem hajtogatjuk. Most van egy rugalmas lábunk. Mielőtt ráillesztjük a tetejét, kivágunk egy háromszög formát a malac lábának. Aztán filctollal beszínezzük. Szuper! Most kell még 3. Fogjuk a maradék papírt, és kivágunk 2 fülformát és egy farkat. Ha akarjátok, a farka lehet hegyes. A filctollal finomíthatunk a fülén, és feltekerjük a farkat. Most fogjuk a lufit, és felfújjuk. Madárrobot segítenél, kérlek? Köszönöm. Most megtekerjük a lufi végét, és csipeszt teszünk rá, hogy a levegő ne tudjon elszökni. Jaj. Hová tűnt? Ó, majdnem elkaptam. Megvagy. Jól van. Fújjuk fel újra, és most legyünk óvatosabbak. Ez azért történt, mert a lufiból kiszökő levegő olyan erőt hoz létre, ami meglöki a lufit. De ha megfogjuk a lufit, a levegő ereje más dolgokat lök el. Kuvasz, kérlek segíts! Látjátok, ellöktük kuvaszt a lufiból kiáramló levegővel. Most kidíszítjük a lufit. Megcsavarjuk és összecsíptetjük a végét. Most a helyére tesszük a pompomot ragasztóval vagy ragasztószalaggal, vagy rajzolhatunk is egyet a filccel. Aztán kell még orjuk, szem, száj és bármi más, amit szeretnétek. Aztán a ragasztószalaggal felerősítjük a füleket, a lábakat és a farkat. Fogjuk a madzagot. A szívószálnak végig kell rajta csúsznia. Így, né. Ragasztószalaggal erősítsük a szívószálat a malacra. Felerősítjük a madzagot a malaccal együtt, és felkészülünk a repülésre. Vegyük le a csipeszt, és indulás! Nézzük meg még egyszer. És indulás! Csodálatos!